Média partnerünk a motorhang.hu. Mennyire voltak ezek valós tesztek? Mennyit tudták kamatoztatni ebből a versenyre, vagy esetleg ez csak egy biztonsági autóztatás volt? Ezeket próbáltuk úgy összekötni, hogy már a verseny előtti felkészülő tesztre hívtam meg vendégeket, és próbáltuk a kellemest a hasznossal összekötni több esetben. Persze voltak rendkívüli helyzetek, amikor külön napon kellett megcsinálni egy ilyen tesztautókáztatást, aminek ugye effektíven nem volt tétje, de hát azt tudni kell, hogy amikor a bukós isak ránk kerül, vagy rám kerül, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy most celeb autókáztatás van, vagy stopper órára megyünk és csak a beállítással foglalkozunk, ott az autóból már az ember a maximumot akarja kihozni, még akkor is, hogyha nincs neki tétje. De hát ugye ott attól, hogy lezárul a bukós isak, onnantól kezdve akkor az, hogy most finoman vagy egy finom kört menjünk, az ott megszűnt. Tehát, hogy próbáltunk úgy menni, hogy az ne csak a mellettünk ülőnek, hanem nekünk is élvezetes legyen. Mit élveztél jobban? Azt, hogy a stopper és mások ellen versenyezhetsz, vagy azt esetleg, hogy a saját szórakoztatásodra? Arra gondolok, ha egy mezőkövesdi prologot megnézek, ami mondjuk közel elcsöppenés kategória, az nem hiszem el, hogy nem okoz számotokra is élvezetet. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy tehát az élvezetet maga az hozza meg, hogy amikor a stopper óra ellen megyünk, tehát a mások ellen való küzdelem, mert nyilván a legvégén az számít, és a boldogságot szerintem azt hozza meg a versenyző párosnak, hogy az élvezetes tempó mellett mondjuk van egy időeredmény is. Tehát én ezt a kettőt próbáltam mindenképpen összefésülni. Nagyon sok esetben volt, amikor átment a stílusunk egy látványtalanabb stílusba, amikor azt kell mondjam, hogy jobban számított az időeredmény, mondjuk, mint amikor éppenséggel a saját magunk stílusát tudjuk autózni. Tehát azért volt ebben a VLC-s korszakban is volt egy olyan korszak, amikor nagyon-nagyon-nagyon tized másodpercek választottak el minket az első helytől, és nem nagyon fért bele semmi olyan extra dolog, ami normál esetben egy nem feltétlenül lassabb, de mondjuk lehetséges, hogy mondjuk ha nem jól jövünk ki belőle, akkor időeredménybe veszítettünk volna. De hozzáteszem, hogy ez a kettő együtt. Tehát ami nagyon fontos, hogy időeredmény is csak akkor lehet jó, hogyha mellette közben élvezzük is a versenyzést. Én megpróbáltam egyébként mind a kettőt így élvezni. Ha most visszamehetnél az időbe, akkor változtatnál így utólag valamin? Hát igen, amit az előbb el is mondtam, talán egy picit még komolyabban, a mostani fejemmel még komolyabban venném ezt az egészet, és tulajdonképpen a nemzetközi pályafutást talán jobban előtérbe helyezném, mint akkor az akkori fejemmel. Melyik lett volna az az év szerinted, amikor váltanod kellett volna? Én szerintem ez nem jött el, mert amikor ugye kimentünk a világbajnoki futamokra, akkor még talán éretlen voltam ehhez az egészhez. Amikor viszont abba hagytam a versenyzést, akkor már valamilyen szinten én egy picit becsömörlöttem akkor az egésztől. Úgyhogy ez pont egy ilyen rossz lépés volt. És tényleg, amit el kell mondjak, hogy tehát így 30 éves koromra tulajdonképpen nekem megjött az a feelingem, amikor már nem ez volt a legelső és a legfontosabb. Ugyanakkor viszont, amikor beleülhetek egy ilyen autóba egy évbe egyszer, akkor viszont teljes letargiában érzem magam a mai napig. Hát amit mondtam is, hogy ugye most másak lettek a prioritások, de hát ezen ugye túl vagyunk. Most talán azt mondhatnám, hogy volna lehetőségünk menni akár egy évadot is, ugyanakkor viszont erre nincs időbeli lehetőségünk. Régebben pedig ugye az volt a lehetőség, amikor megvolt a támogatói háttér, és hát lényegében ez ma már más prioritásokat élvez, és hát amit mondtam is, hogy nem tudnám most elképzelni magam egy teljes évadban, pedig, hogy most megnézzük a versenyző párosokat, vagy akár tényleg itt a korombeli versenyzőket, akkor még nagyon komoly tervekkel, vagy nemzetközi tervekkel vágnak neki futamoknak. Én bennem most ez már sajnos nincs meg. Hogy sikerültek a visszatérésed utáni erőtös versenyek? Mennyire volt elégedett az eredményekkel? Hát az első erőtös versenyem 2015-ben az nem annyira jól sikerült. Ott tulajdonképpen benne voltunk egy ilyen tapogatózós, hosszú áttétel, meg rövid áttétel, szindrómás menetben. Én ott csalódott is voltam, hiszen egyrészt nyilván kaptam egy olyan autót, ami egy vadonatúj autó volt, de azt megelőző
100 kilométeres tesztemen egy másik autó volt, ahol teljesen más beállításokkal kezdtem el a versenyt, és hát jelen volt egy olyan fékhibám azon a versenyen, ami gyakorlatilag az általunk képviselt angol mérnök, az tulajdonképpen hát úgy távozott a versenyről, hogy hát jól összevesztünk, mert végigmondtunk egy jelenséget, és az a jelenség az, nem, meg már régen versenyeztél, meg már gyakorlatilag már neked meg tök mindegy, meg 10 év kihagyás, és akkor utána természetesen beigazolódott az, hogy nem is bírtuk befejezni azt a versenyt, mert volt egy olyan fékhibánk, amikor a bal hátsó fék elengedte teljesen az olajat, amit a mérnök úr ugye nem vett észre kellő időben, sőt, hát a teszttől kezdve nem vette észre, és hát lényegében ez egy nem volt jó verseny. Tehát ahhoz képest, hogy egy erőtös autóval mentünk, egy Forddal mentünk, attól a csapattól béreltük, akivel a VRC-s korszakomban elkezdtük úgymond a VRC-s pályafutásunkat, nem hozta meg azt a eredményt, amire én számoltam akkor abban az időben, és hát ezt egy mérnöki hiba gyakorlatilag ezt így meg is bélyegezte, úgyhogy ennyi. Most nem mondom ki a nevét a mérnöknek, de akkor kimondtam jó pár helyen. És aztán a Veszprémi második hely? A Veszprémi második helyünk az ugye a Bencével, az már egy Skodával volt, Fábiával, ahol annyira jól működtünk együtt az autóban, ahol tényleg hát ugye barátomról beszélünk, és a gyerekeink is barátok, meg együtt is nyaralunk, meg szóval volt egy csomó közös élményünk, ahol tulajdonképpen hát végig röhögtük az egészet. De szó szerint, tehát a Bence a másik olyan humorgyáros, aki mint a Varga Pisti, tehát hogy a Bence mindenen röhög, a Bence mindenre emlékszik, ő percre pontosan megmond 10 évvel ezelőtti eseményeket, megmondott sajnos múlt időben, és lényegében ővel egy olyan hangulat volt az autóban, amikor azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy az eredmény volt az elsődleges szempont ott akkor, hanem jött. Tehát, hogy az úgy tényleg az ott volt, és jelen volt, és benne volt a levegőben, hogy azt a versenyt talán meg is tudjuk nyerni. De aztán végül is volt egy hibám, az én hibám volt, mert elfékeztem egy derékszögű kanyar, túlmentünk, tolatni kellett a pályán, és lényegében ott elment ez a remény, hogy az első helyet meg tudjuk szerezni. De azt hiszem, ilyen 6-7 másodperces különbséget tudtuk zárni a 2-2,5 napot. Utána pedig tavaly nem úgy jött ki a lépés, ahogy azt terveztétek. Hát tavaly igazából azért az is hozzátartozik, hogy nem szerettünk volna nagyon beleszólni egyrészt a bajnokságban, tehát ugye saját magunk élvezetére akartunk, elsődlegesen arra akartunk menni, és hát én beválasztottam ezt az első rajt pozíciót, amit hogyha most újra kéne választani, és ezen a Bútor Robi csodálkozott a legjobban, hogy én mennyire hülye vagyok, mondja így nekem, hogy miért az első helyről mész, és akkor én csak így elröhögtem, mondom, mert legalább nem lesz por. És hát lényegében tényleg nem volt por, nekem azért fontos, hogy nyilván a szememnek a betegsége miatt úgymond azért a porban nem nagyon szeretek autózni, főleg amikor így már az ember nem feltétlenül olyan tétre megy. Én nekem az is benne volt, meg az is benne volt, hogy az első helyen meg ott egy kicsit takarítjuk a pályát, az nem feltétlen biztos, hogy baj, mert nem akartunk annyira belekakaskodni ott az elejébe, de hozzáteszem, hogy persze nyilván, hogyha most indultam volna a következő évben, tehát mondjuk ez az év lett volna, akkor nyilván, hogyha erre lehetőségünk van, egy kvalifikáción már olyan helyet választanék, ahol föl tudnánk venni a versenyt. Ott azért a csúszkálás és minden egyéb dolog az nem feltétlen volt időeredményes, de viszont hatalmas élvezetet adott nekünk, tehát abszolút jól éreztük magunkat az autóban a Lacival, és tényleg egy fantasztikus verseny volt ez is az időeredmények ellenére. Volt belül egy betontuskó, és a jobb első kerék az bele akadt. Tulajdonképpen azt én kormányoztam oda a kocsit, és basszus olyan szerencsétlenül beleakadt, hogy tulajdonképpen valami oknál fogva jött egy ilyen nagy csat, és kiszakadt a kerék, de hozzáteszem, hogy a külső felvétel alapján meg olyan, mintha bele sem mentem volna. Tehát, hogy így tök mindegy mi volt, mert a lényeg az, hogy az a betontuskó szerintem így tehát itt volt a betontuskó, és így kifele beleakadt a kerék oda. Túl szűkre vettem, meg ott volt az a lehetőségünk, hogy ott pont mentünk volna szárazba, mögöttünk már leesett volna az eső,
ott lett volna még esetleg lehetőségünk a dobogóra felállni, és talán nagyon akartam, de hozzáteszem, hogy ennek nyugis lett a vége, mert ott maradtunk rögtön a pálya elején, és hát lényegében befejeztük ott a versenyt. Szoktál álmodni a rallival? Természetesen szoktam, és főleg nosztalgikus álmaim vannak, de ugyanakkor, ami nagyon fontos volt, hogy a családomnak meg tudtam mutatni normál körülmények között, hogy ki volt valójában az édesapja a gyerekeknek, hiszen azért a fiamnak és a kislányomnak, mondjuk kislányom az még azt gondolom, hogy tartozok neki egy-két versennyel, mire ő majd ezt igazából így megérti. Ő nagyon félt engem, ő nem mert beülni mellém a versenyautóba, de biztos, hogy lesz majd arra lehetőség, hogy beüljön a versenyautóba mellém. Remélem majd egyszer majd úgy bemer. De hozzáteszem, hogy a kisfiam meg azt gondolt, hogy ez egy ringlispír, és tényleg ő ki nem akart szállni a tesztköröknél, és hogyha véletlen mást vittem, akkor ő meg volt sértődve. Aztán végül is persze ő is megértette, hogy ez nem erről szól, de hozzáteszem, hogy ez nagyon fontos dolog volt, hogy nekik meg tudjam mutatni, hogy valójában mivel foglalkoztam én anno az én világomban. A kisfiad most abszolút nem nyitott erre a világra? Ő nyitott mindenre, de gyakorlatilag semmire úgy nem nyitott, hogy mondjuk mint az én idő, vagy az én koromban, amikor én mondjuk elkezdtem motorozni, vagy autót szerelni, vagy bütykölni, vagy éppenséggel csak autóversenyezni, tehát ő benne ez nincs meg, tehát tud vezetni autót, de igazából magától nem sokszor mondja, de ez nem baj, mert hogyha ő most például éppenséggel kosárlabdázni szeret a legjobban, ebben is megvannak azok a lehetőségek, amiket én meg tudok neki mozgósítani, és én ezt meg is fogom tenni, hogyha eljön az az időszak, hogy mondjuk egy komolyabb helyre el kell vigyem őt. Volt olyan autó, aminél azt érezted, hogy 100%-ban kiautózod? Hát persze az akkori tudásunkhoz képest, tehát ez a 100%-i kiautózás szerintem mindig arról szól, hogy az ember képességeihez képest a 100%. Ugye nyilván az autónak a 100%-a az lehet, hogy máshol van, ahol a képességünk. Én azt gondolom, hogy így ilyen szempontból volt ilyen, hogy kiautóztuk, meg talán azt is mondhatom, hogy volt olyan autónk is, amit ki tudtunk autózni mondjuk közel 100%-on, az én gondolataim szerint, úgyhogy persze, volt. A szemsérülésed a mai napig gátol? Ez jelen van, igen, ez jelen van, de gyakorlatilag ugye a két szem az így kiegészíti egymást, és ez így megtanít vele élni, vagy megtanított, nem gátol semmiben, tulajdonképpen ugyanaz a életem van. Annyi különbség, hogyha mondjuk mit tudom én, az egyik szememet letakarja mondjuk az áoszlop, és csak az egyik szememmel látom az utat, ott kijön a folt, hogyha így mind a két szememmel nézem az utat, akkor ez a folt, ez nincs jelen, de azért, hogyha szürkület, vagy eső, vagy bármi rendkívüli időjárás van, vagy a fény, árnyék, váltakozások vannak egy pályán, ott a szemem már nem úgy alkalmazkodik, mint az előtt. Nem, erre nincs, tehát erre nem létezik, ez egy ilyen mikro szakadás volt, ami összefort, és ez a heg, ez ott marad, tehát ez a heg okozza gyakorlatilag ezt a látótér kiesést, látóideg ödéma, és lehet, hogy kiröhögnek majd a szakorvosok, de valami ilyesmi szakadásom volt. És az volt a legnagyobb esésed is egyben? Hát lényegében az volt a legnagyobb esésem, bár mondjuk ott azért szerencsénk volt, hogy nem fogott meg minket egy fa, vagy egy villanyoszlop, vagy bármi. Kipörögte magát az autó, azért is sikeredett 11-es szaltóra. Máskülönben pedig volt már nagyobb erőfeszítés, amikor mondjuk így nekimentünk egy hídkorlátnak, és ott tényleg azt hittük, hogy leszakad a fejünk, de hozzáteszem, hogy itt ennél az esésnél, tehát nyilván utólag, amikor így az ember átértékelt ezt az egészet, akkor jött már elő nekem ez a problémám. Az autóban még a Somogyi Pali azt mondta, hogy indíts és menjünk, mert az ő oldala az éppen nem sérült meg, de a kocsinak az eleje meg a bal oldala nem volt meg, meg egy kerekünk 100 méter előttünk el volt hagyva, és hát mondom a Palinak, mondom, Pali, hát mondom, hogy füstül a motor, jön föl a víz, minden jött föl, és hogy így nekem ott még nem volt semmi bajom, de hogy letekertem az ablakot, majd hogy kimászok az ablakon, akkor így, ahogy kiestem így a kocsiból, akkor ott el is veszítettem az eszméletemet, és ott újraélezgettek, meg levegőt adtak, meg szóval minden volt,
Jött a mentő, elvitt a mentő, már úgy magamnál voltam, de gyakorlatilag ahogy a kórházba beértünk, és a kórházban egy vagy két nap múlva elengedtek, akkor ahogy hazaértem, akkor másnap így nem láttam a tükörben magam. Borotválkozni készültem, vagy éppen fogat mosni, és valami baj van. És hát onnantól kezdve volt az, hogy akkor elmentünk kivizsgáltatni magamat. Voltam szemérfestésem, MRI vizsgálaton, koponya CT-n, meg a pszichológusnál is, amit talán említettem, mert hogy azt mondták, hogy ezt beképzelem, ugyanis semmilyen vizsgálat ezt nem mutatja ki, de holott egy szilveszteri buliban egy szemorvos, dr. Kerekes Júliával együtt szilveszteri bulisztunk, ahol gyakorlatilag két pezsgő között megmondta, hogy mi a problémám, és a lényegében ott teljesen egyértelművé vált az a diagnózis, amit ő állított, hogy ez egy ilyen ödéma szakadás volt, ami összefort, és a heg eredményezi ezeket a látótér kiesést. De hát ez olyan, mintha most már nem is lenne. Mit jelent számodra a ralli? Hát a ralli volt az, ami meghatározta az életemet. Nagyon-nagyon sokat adott mai napig. Én azt gondolom, hogy kamatoztatni lehet ezt a ismerettséget, a kapcsolatrendszert. Azért ez a ralli, ez adott egy nagyon nagy magabiztosságot, és hát adott egy hamar, nagyon gyorsan felnőtté válás lehetőségét, hiszen itt a saját magunk tempójában a versenyautókat beleértve, most nem csak a rallit, az összes versenyautót, egy olyan magabiztosságot adott, hogy mondjuk minket valójában ezek a diszkó balesetek nem fenyegettek, mert volt alkalmunk a versenyautóban kiélni magunkat, és ott már ugye ezekkel a felelősségteljes gondolkodásra minél hamarabb megtanított minket azért az autóversenyzés. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos az, hogy minél fiatalabban, akinek lehetősége van, az gyakorlatilag nagyon tudom ajánlani az autósportot. Én szerintem egy kicsit hamarabb felnőtté váltunk mi autóversenyzők, mint egyébként a velünk egykorú emberek. Mit üzennél a szurkolóknak? Kitartást, és még mindenképpen találkozunk. When you came in looking like that, oh, I knew it right there, baby, I'ma take you home. Saw you at the corner of my eye, why don't you just blow my mind if I could just get you alone?